Ez volt a biopiac. De ha már bióról beszélünk, akkor nem csak piacról beszélhetünk, hanem energiáról is. Érdekes, hogy régen Magyarországon nagyon sok szélmalom volt, amik a mezőgazdaság részének számítottak. Manapság egyre több helyen épülnek szélerőművek, amivel viszont bioenergiát termelhetünk. Ez a traktor biztos nem bioetanollal közlekedik mögöttem, hanem gázolajjal. Ellenben ez a szélkerék bioenergiával van meghajtva, megújuló szelecskével. A Kisalföldön vagyunk Újronafön. Ezen a területen 1880 táján még 700 darab szélmalom működött, most itt csak 3-at látok. A szélkerekek manapság főleg csak villamos energiát termelnek. De régen szélmalomként hasznosították vízhúzásra, vagy akár gabonaőrlésre is. És még fitness edzésnek is jó. Nem tudom, hogy a mögöttem látható Újronafő hány házból áll, de hogyha 600 házból állna, akkor ez az egy szélkerék az egész falut ellátná villamos energiával. Vagy akár a budapesti parlamentet. A környezetvédők és a szélkerekek környékén lakók sokat támadják a szélkerekek létesítését, hogy állítólag zajosak, de most orkán erejű iszonyatos szél van, és az autók zúgásán kívül igazán semmit nem hallok, pedig elég rendesen pörög itt fölöttem ez a kerék. A másik indok, ami miatt támadják a szélkereket a környezetvédők, hogy időnként elcsapnak egy-egy madarat, de szerintem inkább egy szélkerék csapjon el egy-egy madarat, mint az utódai belefulladjanak valami sósavas esőbe. Egy kicsit most mélyedjünk el, maradjunk csöndbe, és hallgassuk ezt a borzalmas zajt, ami árad a szélkerékből. És zavarja szegény, még életben maradt madarakat. Iszonytató. A szélkerékkel termelt áram sokkal drágább, mint a kőolajjal vagy a földgázzal nyert villamosenergia, de legalább tiszta, megújuló energiaforrás és környezetkímélő is.